Szomorú felvezetése volt a Spari szerda délutáni edzésének, a szakmai stáb és a játékosok a klub korábbi labdarúgójától, Lázár Bencétől búcsúztak el a stadionban. A gyógyíthatatlan betegségben 26 éves korában elhunyt újpesti nevelésű egykori futballista 2014-ben játszott Nyíregyházán, ahol hát és derékfájdalmak miatt be is fejezte pályafutását. Később leukémiát diagnosztizáltak nála, a kezeléseket követően a sporttelevíziónál dolgozott, majd két héttel ezelőtt távozott az élők sorából. Egy sporttársunkat veszítettük el, és van az öltözőben nem egy olyan játékos, aki itt a Spariban együtt futballozott Bencével. Mindent elkövettünk, hogy segíteni tudjunk a családnak, amikor arról volt szó, hogy véradást szervezzünk, és megdöbbentő volt, hogy már másnap reggel érkezett a hír, hogy Bence nincs többé. Fodor Ferenc egyike az annyiregyházi játékosoknak, akik együtt futballoztak Lázár Bencével a Spariban. Nagyon mélyen érintett, hiszen egy nagyon jó embert ismertem meg benne. Őszintén tudtunk nagyon sok dologról a focin kívül is beszélgetni, ugye az utánpótlás válogatottban is szobatársak voltunk. Hát nagyon sajnálom, és egyébként az egész csapat nevében mondhatom, hogy megvisel minket ez a dolog. Annyiregyháza Spartakusz vasárnap Lucsánszky Tamás korábbi csapatának, a Soroksárnak az otthonában lép pályára. Nagyon sok fog múlni azon, hogy a talaj mit enged ebben az időben. Én nagyon remélem, hogy játékra, minőségi játékra is alkalmas, amennyire lehet, lesz a talaj. Egy játszós, jó felkészített csapathoz fog menni. Kimondottan nehéz lesz ellenük játszani bizonyos szempontból, úgyhogy erre kell fölkészítenem a csapatot. A forduló további párosítása a következő: MTK Szolnok, Kazincz Barcika Budaörs, Grosics Akadémia Budafok, Sopron Vác, Moson-Magyaróvár Békés Csaba, Kisvárda Siófok, Dorog Gyirmót, Győr Cegléd és Zalaegerszeg Csákvár.